Fabian Fable, Jégtánc, 19. rész. Montana meglátogatta Jádét. Két gorillát az ajtó elé állított, a többi a limuzinból tartotta szemmel a ház bejáratát. Nem is feltűnő, vélekedett a lány. Tényleg, egyáltalán. Tök véletlen lesz, ha 1000 firkánc ide gyűlik. Holnap megnézhetsz az összes bulvárlap címlapján. Könnyen megismersz majd, mivel oda lesz írva kövérkés betűkkel, Montana új csaja, vagy valami ilyesmi. Voltak éppen miért nem akarsz fotómodell lenni? Túl azon, hogy ezt a szakmát sem nekem találták ki, hol vagyok én a fotómodelltől? Persze még nőhetek, fogyiszthatok, amint 2-10 magas leszek, és kibírom napi egy levél salátán, íziben ropi lábakra kapok, és lazán kígyózva a kifutóra zizzenek. Megmutatod a lakást? Persze, érezd otthon magad. Igyekszem, tárlatvezetés közben ejthetnél néhány szót az arcodról. Látszik, 2 napja jegelem. Megütött valaki? De csak tévedésből. Más valakit akart megütni? Az úgy volt, hogy megbeszéltük, ő üt, én meg elhajolok, de aztán mégsem hajoltam el, mert bámulásba feledkeztem. Érdekesedik, mondta Montana. Ugye, ha unod a tévémesét, keresd fel engem. A mesélők is folyton az igazságot mondják, csak épp ők másképp realisták. Hát ez a csodatételük titka, hogy tud. Ezen közben megtekintették a hajlékot. Jacko elidőzött a hálószobában álló francia ágynál. Sejtem, mi furdal, bólintott Jade. A válaszom igen és nem. Montana kérdőn felvonta a szemöldökét. A lány felsóhajtott. Igen, aludt benne. Nem, nem volt szex. Beteg szegény. Nem, csak zombi. Jacko megérintette a lány állát. Furcsán zavart vagy. Dehogy, csupán az a helyzet, hogy tök hamupipőkésen érzem magam, mióta betetted a lábadat. Mostanáig elragadtatottan gyönyörködtem a lakásban, pár perce valahogy fekete-fehérben látom az egészet. Szóval, ahová belépsz, ott főként te ragyogsz. Ismered? Elegáns, finom, érzéki, úr. Tök szexi, firtatta Jacko. Hál' Istennek, igen. Hosszadalmas csókba keveredtek, vetkőzéssel és vetköztetéssel egyaránt kísérleteztek, aminek az lett az eredménye, hogy Laokoon csoportszerűen belegabajodtak a ruháikba és különféle végtagjaikba. Mivel ezt a körülményt mulattatónak találták, zavarok is felengedett, és végül eljutottak az ágyig. Visszafogott szenvedélyességgel gyengéden élvezték egymást. Azután csak hevertek, jól lakottan, összeülelkezve. Szeretlek, sóhajtotta Montana, a lány fölé hajolva. Jade felemelte a kezét, mutató ujjahegyével olvasta a férfi arcot, a redőtlen, sima homlokot, a rövid, egyenes vonalú szemöldököt, a merev pillák szegélyezte szemhéjat, a feszes ajkakat. Mit felelsz? Sürgette Jacko. Látod, hogy gondolkozom. Eszméletlen, mit műveltél velem az imént. Szerintem még a vércsoportom is megváltozott. Légy komoly. Nem megy, Jacko, világra szóló orgazmus után hogyan is lehetnék komoly? Örülök neked, kedvellek, jó veled, ultra jó. Montana a hátára fordult, tágra nyílt szemmel nézte a nem különösebben érdekfeszítő mennyezetet. Hoztam pezsgőt, mondta, hosszas tűnődés után. És visszaviszed, vagy megisszuk? Te mire innád? Arra, hogy szemernyit sem tévedtünk. Megláttuk egymást, és tudtuk, csodálatosan összeillenénk az ágyban. Te talán csalódtál? Magamban. Nem gondoltam, hogy ennyire fontossá válsz nekem. Jaj, ne, akkor most szakítunk, nyögte Jade. Jacko felkönyökölt. Miért szakítanánk? Mert e kettő együtt jár. Úgy érted, ha az ember azt érzi, hogy a másik nélkül szeret lenni, halálosan fontossá vált számára, akkor szakítani kell? Nem? Montana töprengve elbabrált egy vöröses hajtincsel. Azután pupilla fekete pillantással Jade szemébe nézett. Még az is lehet, hogy neki van igaza. Mégis meg tudnám ölni. Ha hinni lehet a szóbeszédnek, ez a szándék nem szokatlan tőled. Ez öv alá ment. Nincs is öved. Jade felemelkedett az ágyról, kisétált a pezsgőért. Mire visszatért, Jacko öltönyben állt az ablak előtt. Megfordult, a tárnicskék köntösre merett, és elfintorodott. Borzalmas, suttogta.
Szerintem gyönyörű. Szeretném, ha ebben temetnének. Tilton vette nekem, amikor befogadott. Az a rozog a fekete fotel is az övé volt, igaz? Igen, feltegyem a lemezét. Hiszen így sem vagy velem. Feltöljük a pezsgőt, vagy szárazon emésztjük egymást. Jacko fogta a flaskát, és észrevétlenül kiemelte a dugóját. Töltött a poharakba. Ittak. Montana fel alá járt a szobában. Úgy jöttem, hogy reggelig veled maradok. Nem is kell kérdeznem, tudom, hogy nem szeretnéd. Mondj már valamit. Hát tudod, ha így felszólítanak, akkor egyenesen megkukulok. Jöjj máskor is, hamarosan. A férfi átölelte, magához szorította Jádét. Ne haragudj, hogy lerohantalak, teljesen összezavarodtam tőled. Legközelebb kerülni fogom a kínos témákat. Ezzel elment. A lány hajnalig üldögélt az ágyon, az elerőtlenedett pezsgőt szürcsölgetve, hallgatta Tilton munkagazettáját. Jáde nem tudta elcsípni a Jégtánc Blues klipet egyik muzikális csatornán sem, viszont a dal feldolgozása ellenében átutalt összeg hamarosan kobogtatott a bankszámláján. Néhány percre feloldozta magát, hozzá nem nyúlási fogadalma alól, készhez vette a pénzt, és vásárolt egy majdnem vadonatúj Chevy Blazert. Metálfényű, mohazöld terepjáróját haladéktalanul riasztóval láttatta el, mégpedig olyan modellel, amellyel szemben az olasztól szerzett, zseniálisan profi autónyitó lopó ketyere mit sem ért. Tett néhány próbakört a kocsival, ám mert lépten-nyomon lézerező zsarukba botlott, pedig csak hajszányival lépte át az alkotmányos sebességhatárt, eltökélte, többé nem ad fotó témát a leselkedő közlekedésieknek. A folyópartra hajtott, és gondoskodott járgánya iszappakolásáról. A legfinomabb folyami sárral dolgozta meg, a két rendszámtáblát. Friss szellő fújdogált, a tavasz észrevétlenül nyárra hevőt, a pakolás gyorsan száradt, szépen fedett, és a szándékosság sem túlzottan ordított róla. Művével végezvén visszagurult a városba a kivihetetlen rendszámú fantomgéppel, mert találkája volt Chris Maxwell. A hajlékonyan magas, szőként borostás, lófarokba kötött sörényű férfi derűsen fogadta a lányt. Videókazettát nyújtott felé. Tessék, elkaptam neked. Napjában háromszor is nyomják, hatodik a toplistán. Apád dala. Jáde akrobatikusan Chris Max nyakába ugrott örömében. Azután a lírai naplemente, pasztelles fényében besétáltak a városba, háztűzfal nézőbe. Chris Max-el szinte bármiről lehetett beszélni. Ő mindig tudott nevetni, nem rágatta magát búval, bánattal. Abból a ritka, kiegyensúlyozott fajtából származott, amelynek egyedei harmóniában élnek és túlélnek, mert értékrendszerük egyszerű és természetes, az agresszív jellemvonások, nagyravágyás, hiúság, irítség, féltékenység hiányoznak belőlük, ezek helyét ironikus derű, szeretet és melegség tölti be. Já, de bármikor számíthatott a pasasra. Ha csupán emberi szót akart hallani, ha muszáj volt valakinek elújságolnia, gyönyörűen süt a nap, ha nem akart egyedül vacsorázni, telefon végre kapta Chris Max-et, és a férfi sugárzása már is megmelengette. Voltak napok, amikor nem is találkoztak, csak a kagylón keresztül tartották a kapcsolatot. Máskor kifulladásig dolgoztak a fény járt a kertben, földet hordtak, sarat dagasztottak, palántákat ültettek, azt kívánva nekik, éljetek sokáig. Chris Max ideális pazsas volt, de Jádétől akár homokos is lehetett volna, és viszont ezükbe sem jutott, hogy egymásba szeressenek. Elválasztatlan barátokká váltak. Megnéztek néhány elevenné varázsolt tűzfalat. Jáde elképett tőlük, valamennyi mozgalmas jelenetet ábrázolt, mégsem a reklámfilmek sterilizált, elhűlt boldogságát árasztották. Minden ecsetvonás egy-egy halk szép hangulatot lopott a falra, a képzeletből. A családi nappalit valóban évekig lehetett volna bámulni. Az ablakon rézsút behömpölgő mézlő fény, látványa, emlékek, sóvárgások végtelen sorát ébresztette fel. A lazán félrehúzott függöny mintázatának röntgenképe végignyúlt a padlón, és az így keletkezett rajzolat Andersen meséket suttogott.
Já, de több száz évre visszamenőleg belelátta a sarokban álló fotelba a család tagjait, holott Chris Max monumentális festményein nem szerepeltek emberi alakok. Egyszerűen csak ott termettek, mindenki számára. Mások fülön fogták a teáskannát, leültek magas támlájú kényelmes fotelba, az ablak elé léptek, és a fény aranylóvá füröztötte őket. Chris Max a velejéig művész volt, éppen ezért soha nem is nevezte annak magát. A rajta átszüremlő képvilág abból a birodalomból származott, ahonnan Tilton meg a Teherán ócskása jött, és még számosan. Alig, hanem onnan járt át ide Henri Rousseau is szemérmesen tündöklő képeit festeni. A szőke pasas nyugodtan örülhetett, házfali festménye vonzotta a lelki egyivásúakat, sznobokat és turistákat, a mélyülő szürkületben is többen fotóztak, egy kisebb társaság a látvány értelmezésébe bonyolódva emelt hangon vitatkozott, egy farmer overálos fiatal lány a nyakát átreszegve bámulta a képet, steppeltre ráncolt homloka lassan kisémult, arcán mosoly áradt el. Gyere, mondta Chris Max, villázzunk a fejünkbe valami ételfélét. Beestek az első étterembe, amely azonnal nevezetes lett számukra. A mester kért fél homályban, üresen álló asztalsor végében egy elfajzott Liszt Ferenc nyúrta a zongorát. Vállára omló, kevés szálú fehér haja bőszen száldosott, hosszú indaszerű karjai görcsösen csapkodtak, ám ennek eredményeként mégsem zene jött világra, hanem agresszív kakofónia. A pincér megvárakoztatta őket. Nem jól tette. Üldögélés közben viharosan múlott az étvágyuk, életkedvük, és már-már humanizmusok is vágyadozni kezdett. Aztán egyszerre csak ott állt mellettük a felszolgáló, fekete frakban, oly keskeny arccal, mintha csak profilja lenne. Szabadságon van az angolistájuk? Nyögte Chris Max, a halántékát masszírozva, mivel a szóbeszéd szerint ez jót tesz fejgörcs ellen. Ő az angolistánk, mutatott a pincér a billentyűkön tébolygó, méltán ősz férfiúra. Azt hittem, ő a helyettes, sóhajtott a pasas csalódottan. Nem, mondta a pincér, ő zongorista, igen tehetséges, igen művész. Zongorában? Hökkent meg Jáde. A konyhájuk is ilyen? Eszébe ötlött valami, megragadta Chris Max karját. Tudom ki ez, láttam az újságban a fantomképét, ez a zongora kalapácsos gyilkos. Kirúgták maguk alól a széket, és az utcára menekültek. Két saroknyi loholtak, majd egymás karjába dőltek, zihálni. Elkeseredetten éhes vagyok, panaszolta Chris Max. Elviszlek egy olyan helyre, ahol füst van, és doh van, és blues szól. Beszélik, hogy a konyhában láttak már csótányt, és az étlap sem francia nyelvű. A sárkány tejfalai kidudorodtak a vendégektől. A pincér mégis helyet szorított nekik a mosdóajtó mellett álló parányi presszóasztalnál. Eléjük tette az étlapot, egyet, mert nem fér több, az is lelógott a kerek asztallapról. A szemközti falnál álló miniatűr pódiumon, talán egy bűvésztrükk folytán, elfért egy zongora a hozzávaló székkel és zongoráló egyénnel, továbbá egy szaxofon és kezelő személyzete, valamint egy széltében igencsak helyigényes tangóharmonika és megszólaltatója, végül egy talpig fekete sztrescsruhába bújt, kesernyés hangú énekesnő mikrofonostól. És ami mindezekből előjött és megszólalt, arra jól esett enni, inni, és az ember tétován még arra is gondolt, nem bánom, hogy megszülettem. Jáda sem bánta, legfeljebb szemernyit, hiszen a pódium hátsó sarka mellett szorongó asztalnál bárt könyökölt és szívósan ivott. Úgy festett, napok óta nem látott borotvát, ha mégis mutatnának neki egyet, talán szájharmonikázni próbálna rajta. Néhány percen belül megkapták a vacsorát. Magukhoz szorított könnyékkel lettek, mint a csak francia nevelőnőtől tanulták volna. Időnként virtuóz módon elkapták a lebillenni készülő salátástálat, a sört üvegből kortyolták, melyet hely híján a széklába mellett parkoltattak, amikor éppen nem használták. Körös körül mindenki lázasan dohányzott, némelyek egyenesen pipát szívtak, de ezt a körülményt érzéstelenítésszerűen felettette a zene.
Chris Max hallgatott, olykor harapott a sörből, sápadt barna szeme egyre élénkebben tükrözte a fényeket, melyek egy része belülről jött, a többit a blues nyújtotta. Jáde az öklére támasztott állal nézte eltökélten züllő szerelmét. Az ismerős dalokat együtt dúdolta a megrázóan jóhangú énekesnővel, söréről megfeledkezett, ellepte és betemette a szomorúság. Egyszer csak felriadt, az órára pillantott, és megérintette Chris Max keskeny kézfejét. Egy óra múlva dolgom lesz, nem sokára el kéne indulnunk. Dolgod? Éjjel? Szóval az a helyzet, hogy kíméletlenül meg kell tornáztatnom majd kövér késhölgyet, neki nem számít, hogy éjszaka van, ugyanis ma érkezett a föld bolygó túloldaláról, és az időeltolódás miatt észre sem veszi, ha itt éjfélt üt az óra, és... Néhány pillanatra magába folytotta a szót, azután így folytatta. Soha többé nem akarok hazudni neked. Profi verekedő vagyok, ez a szakmám. Ma éjjel efféle dolgom lesz. Chris Max hosszan figyelte az arcát. Megfogta a kezét, egyenként végignézte az ujjait. Talán az ökölharcosokra jellemző bőrkeményedéseket kereste, amelyek legalább oly jellegzetesek, mint a birkózók kalfiorrózsává gyűrmölt fülei. Elhiszem, mondta végül. Tudsz arról, hogy pályát téveszthettél? Téveszteni emberi dolog. Majd kiigazodik, mondta Chris Max, felállt és a mosdóba sietett. Bárd, aki belépésük pillanatától tudott róluk, ám mégsem látszott észrevenni őket, kitolta magáról a széket. Néhány csalóka pillanatig úgy rémlett, megül a levegőben is, de hirtelen győzni kezdett a gravitáció. A pasas nem adta fel, rozzantan felemelkedett, és elindult az asztalok között. Teljesen toprony volt, gyűrött bőrkabát lógott vállain, el nem fethetve, valaha még gombokat is látott ingét, több helyütt repett fekete farmer nadrágját, cipőjét sárkérgezte. Arcilag sem keltett jó benyomást, összetapadt tincsek lógtak a homlokába, duzzadt személye véres szemére borult, borostagyon borította puffadt bőrét, alsó ajkát feketén varasodó sebek csúfították. A zombi Jáde felé imbolygott, aztán elhúzott mellette. A mosdóajtó kilincsével kezében hányavetén hátra szólt a válla fölött. Mi újság nálad? Pasas hegyek vannak. De rég, felelte a zsaru, és a kifelé igyekvő tűzfalfestőt gyalogútnak vélve a mosdóba támogott. Jáde nem úszta meg kevéssel. Hazafelé menet Chris Max feltett néhány egyszerű kérdést. A lány nem tudott nem válaszolni. Így aztán arra figyelt fel, hogy kölyök koráról mesél, a lelkét elméjét rágó férges gyűlöletről, a családi zárt osztályról, a két főápoltról. Beszélt, beszélt, egyre halkabban, immár csodálkozva, kívülről látja a múltat, akár ha ablaküvegen át figyelné. És egyszerre észrevette, nincs benne több indulat, hiszen ironizál önmagán is, mi több, főként önmagán. Chris Max jótékony figyelme, megjegyzései tovább vezették a történetben. Kiáradt belőle Tilton, és miközben róla beszélt, rádöbbent, napok óta nem kuporgott a fotel előtt. A közrendője támadt, Chris Maxhez fordult. Felismerése kézenfekvőnek tetszett, és ki is mondta. Te vagy az ő reinkarnációja. És a szőke fickó nem nevezte ezért hülyének. Jáde füstölgött. Az akciótétje mindösszesen egy járgány volt. Egy autó. Citrom társaságában indult a kocsiért. Szerinted kell ez nekünk? Firtatta. Egy plétrakocsért vásároztatjuk a bőrünket? Nem úgy van az, ellenkezett Citrom. A plétragacs egy igen-igen spéci, egyedi igény szerint épített, páncélozott, golyóálló ablakos, kurva drága, piszok előkelő, viharsebes Mercedes. És ellopták, és a tulaj vissza akarja kapni. És még azt is megértem, hogy a lopós pasasok fogait is akarja. Konkrétan? Ja, azért mondta, ha tehetem, vigyek neki egy marékkal. Fogat? Vagy hajat, fejbőrrel együtt. Csak horrorizálsz. Nem én, a madám tisztára elszállt, amíg a gipszben gubbasztott, kigondolta, hogyha már övé ez a tetves izomszalon, miért is ne lehetne övé valamennyi városszerte? Vagyunk mi olyan jók, hogy leverjük a konkurenciát?
Na ne! De, bólintott Citrom. Nazir háborúra készül, ám Pek mindenki ellenzi a tervét, és szövetségesek nélkül tapottat sem juthat közelebb a céljához. Félre a pletykát, a mi programunk másról szól. Hazavisszük a mercit a gazdinak, leverjük az értelmi főnököt a házában, aztán leverjük a szerelőket a műhelyben, és a kis szerencsénk van, még nem mázolták át, szét sem szedték a kocsit. Milyen stratégiát ajánlasz? Terheléses frászt, mint a sörözőben, vagy kísérletetettet, mint legutóbb a fegyverszerzéses buliban. Gyalogláb mendegéltek, hogy könnyebben szétspriccelhessenek, ha bajba jutnak. Jáde, arcát a babráló szélbe simítva eltöprengett. Legyen késleltetett frász, javallotta. Ez azt jelentette, hogy valami nő ártatlan trükkel kicsalják a házból a célszemét, és amikor azt látja, hogy minden rendben, visszatér a hajlékba, ám időközben egyikük besúran a háta mögött. Aztán oda ment a házigazda, frász hatású meglepetésbe botlik. Így működött ez akkor is, midőn Nazir adott egy címet, ahonnan egy koffernyi fegyvert kellett elhozni. Egyikük kicsalta a lakás tulaját, közben a másikuk belopózott, majd a balhé kitörtekor beengedte társát. Végül Citrom méltatlankodva cipelte az olmos koffert a városon át, bokortól bokorig. Lementek a térképről, és már is ott voltak. Félig valameddig kész házak ácsorogtak a hűvös éjben, út meg csak a tervrajzokon létezett. Titáni vakontúrások között óvakodtak előre, és nem csupán arra ügyeltek, hogy észrevétlenek maradjanak, a cipőjükre is vigyázniuk kellett, a tenger sár miatt. Jáde végignézett magán. Válogatott ruhadarabjai feketén lettek. Tollal bélelt mellénye férfiasan erőteljessé torzította a formáját. Felhúzta a kesztyűt, sakkal alá gyömöszölte a haját, arca elé illesztette a matfekete pillangómaszkot. Citrom is tollászkodott. Néhány mozdulattal később úgy festett, akár egy fekete ninja. Aztán nehogy Jackie Chan-nek képzeld magad, óvta a lány. Nem fogok baromkodni, ígérte a hongkongi. A célszemély háza az épülő negyed közepe táján emelkedett. Lapos tetős műhely támaszkodott a palota oldalához. A kerítés beton alapja szürke szalagként futott a telek körül. Citrom felszívódott. Jáda is elfoglalta a helyét. Örült, hogy a hongkongival dolgozhat. Egy húron pendültek, képesek voltak kiszámítani a másik következő lépését, még a váratlan helyzetekben is, ezért egymás alá játszhattak. Citrom ekként fogalmazta ezt, mi egymás szeméről tudunk gondolatot olvasni. Kavics koppant, üvegcsörrent a ház hátsó frontjánál. A lány falhoz lapult és várt. Hamarosan bizonytalan morgást, majd távolodó lépéseket hallott. Azután semmit. Ekkor ellökte magát a közelében merengő, passzív betonkeverő mellől, és a vajáratos surrant. Beillant az ajtón. Körülnézett a csupasz izzóval megvilágított helyiségben, majd a szemközti fal elé akasztott, darodszerű függöny mögé pillantott. Úgy tetszett, egyelőre ez a gardrób szekrény. Bebújtak a bátok közé. Léptek csikordultak az ajtó előtt, csoszogás, toporgás hallatszott. A kliens szabadulni próbált az udvarban felszerelt sártól. Végre belépett. Kulcsra zárta az ajtót maga mögött, lehajolt, felkapta a földön heverő válfát, rákanyarította a katonai származásúnak rémlő mellényét, és vaktában benyújtotta a függöny mögé. Jáda szorongva figyelt. A fémkampón nem és nem akadt fenn a rúdon, jól lehet egyre türelmetlenebb mozdulatokkal késztették erre. Mit lehetett tenni? A lány tűnösen forgó szemmel előrehajolt, és a fogai közé harapta a válfát. A kliens léptei eltávolodtak. Nyílt a frigóajtó, sörös doboz fede lepattant. Jáde elhelyezte a mellényt a tartó rúdon, majd villámgyorsan át is kutatta, mert szerfelett kíváncsi volt, mitől érezte dög nehéznek. A 30-nyi zsebből két telitárat, egy rugóskést és egy goromba küllemű magnumot szerett össze. Magához vette a talált tárgyakat. A kliens begurgulázta a sört és büfizett kettőt. A lány kinézett rejtekéből, megállapította, hogy a konyhából nem láthatják. Elhagyta a kabáti társaságot, az ajtóhoz lebbent, és neztelenül elfordította a kulcsot a zárban. Ezután a nappaliba látogatott, helyet foglalt a kanapé, és megköszörülte a torkát.
A kliens 4 másodperc alatt érte el végsebességét. Ennyi kellett ahhoz, hogy a küszöbre robbanjon és legott legyökerezzék. A kanapéján ücsörgő fekete alakra bámult. Kicsoda maga? Nyikkant. Válasz sem várva sarkon fordult. Rohant volna a függönyhöz, a derék magnumért. Kisvártatva visszahátrált a folyosóról. Felemelt kézzel tolatott, minden elbotlott a kanapé szélében. Lerogyott járda mellé. Citrom szétvetett lábakkal megállt előtte, játszogatott a stukkerével. Valaki azt üzeni neked, hogy legközelebb megdögleszt, mondta kásás néger hangon. Már akkor is, ha csupán egy lapos pillantást vetsz a kocsijára. A kliens hulladozva kapkodta a levegőt. 40-es forma széthízott, körszakállas pasas volt, az a fajta, aki a fordítva feltett baseball sapka nélkül pucérnak érzi magát. Elérkezett a pillanat. Fogát kellett volna venni a fickónak. Jáne átpattant a kanapé táblája fölött. Várta, hogy a kliens tegyen valamit, kapjon fel egy vázát, vágja hozzá a papucsát. Ehelyett azt kérdezte sírástól elcsukló hangon, kinek a milyen kocsija? A lány elfojtott egy sóhajt. Tiszta sor, eltévedtek. Frászloztak egy ártatlan polgárra, aki mellesleg elég tekintélyes fegyverzettel őrzi a portáját. Citron felskickelte, kinek milyen kocsijáról beszél. A kliens arca viharosan zöldült. Én nem tudtam, hogy az övé, nekem csak megtetszett. Kárló! Üvöltötte. Jáde a hongkongi gondjaira hagyta a pasast. Ő Kárló fogadására sietett, jól sejtette, a műhelyből ajtó nyílott a konyhába. Megállt mögötte. A hű Kárló nem várakoztatta meg. Vágtatvást érkezett, az událatos közviszonyokra való tekintettel csőre töltött stukkerrel a kezében. Tanult bűnözőre valló módon lábbal rúgta be az ajtót, majd látván, hogy a konyha üres, átvetődött a helyiségen, és a folyosó felé repült tovább. A nappaliból hallatszó zajok végleg megalapozták rossz hiszeműségét. Jáde utána sietett. Kárló nem pillantatta meg gazdáját, a folyosó közepe táján eszméletét vesztette. A lány elvette a fegyverét. Nadrágja derekába dugta a stukkert a magnum mellé. Citrom kipattant a nappaliból. Mély csönd maradt mögötte. Jáda a konyha felől, a hongkongi kívülről kereste fel a műhelyt. Amíg vakolatlan, már is olajpecsétes szereldében egyetlen járgány állt, a Mercedes. Hárman mozgolkodtak rajta. Egy méhésznek öltözött fickó lázpiros festéket ontó szórópisztolya a tüsténkeret az első ajtó mellett, s a nemrég hófehér autó újságpapírral betaposztott ablakokkal megvakítva, megadó méltósággal tűrte a megaláztatást. A másik szerelő a csomagtartóba görnyedve matatott valamin. A harmadik pasas éppen végzett a rendszámtábla leszerelésével. Felegyenesedett, és a betoppanó citromra pillantott. Bűvészirás lehetett, mielőtt bűnözőnek állt. Csak nem követeletlen gyorsasággal cserélte át a kezében tartott táblát pisztolyra. Már-már lelkesen tüzet nyitott, midőn Jáde meglepte oldalról. Kirúgta markával a stukkert. Közben Citrom a merci hátuljánál termett és lecsukta a csomagtartót. A deréktól fölfelé bendrekedt pasas felüvöltött fájdalmába. A hongkongi villámgyorsan felrántotta a fedelet, bár csak azért, hogy a szórópisztolyos fickó festék támadását kivédje. Jáde a szerelőaknába rúgta a valahai bűvész inas stukkerét. A felkeményedni látszó pasast szemmel tartva hátralépett, és egy oldalrugással lefegyverezte a hongkongi megpirosításánál fáradozó festőt. Citrom megkönnyebbülten visszacsukta a csomagtartót. A fedél alatt rekedt szerelő ernyetten lógott a kocsi átúján. Jáde partnerek készre keményedett. A polc zugorva haigálózni kezdett a szerszámokkal. Súlyos fémtárgyak röpködtek. A lány felkapott egy jelgeztőmaszkot, és pasként az arc elé tartva közeledett a pasashoz. A fickó úgy döntött, hogy nehezebb fegyverzethez nyúl. Belecsimpaszkodott a könyökénél álló satuba, ám megmozdítani meg sem bírta azt, mivel csavarok fogták tartóbakjához. Míg a satuval vívott, a lány lábnyújtásnyira megközelítette. A lány a levegőbe emelkedett és kirúgott, lefelé ereszkedtében elsütötte ökleit, egyiket a másik után. A bűvészírás leanyatlott. Citrom végzett a festővel. Az ájult fickót morborol kegyelet nyilvánítás közepette, az aknába gurította. Jáde a merci pattant,
és mindenek előtt megszabadította az ájult szerelőtől. A hongkongi átvette tőle a lankadt testet, és a gödörbe görgette társa mellé. A lány az ablakokra csirizált újságpapírra vetette magát. A szélek könnyedén szakadtak, a közepe viszont prímán tapadt. Dühötten körbe karmolázta az autót, ám mindenütt ugyanazt tapasztalta. Menjünk már! Türelmetlenkedett Citrom. Ja, de a kormány mögé vetette magát, és elárasztotta vízzel a szélvédőn feszülő újság oldalakat. Beindította az ablaktörlőt. A betűk szétkenődtek, a sajtódarab foszladozott, túrósodott. Tekerd le az ablakokat, kiáltotta a hongkonginak. A gyűrű melengedte az ujját. És tartsd nyitva a szemed! Beindította a motort. Citrom az ablaktekerőket keresgélte, majd hirtelen felfogta, hogy nemrég lezajlott egy technikai forradalom. Végre lálelt a megfelelő gombokra. Az oldalablakok hangtalanul lesiklottak. Jáde a kapcsolókarokat rángatta. A kocsi elején hátulján víz áradt, a csökönyös papírcefrankokat küzdő lapátok sivítottak. A látási viszonyok hajszálnyit sem javultak. Jáde kikönyökölt az ablakon, kidugta a fejét és gázt adott, hogy nekitolasson a műhely ajtónak. Citrom valósággal felsikoltott. A lány lehúrogta. Páncélozott. A Mercy ajtót nyitott magának. A szerelőaknából kiemelkedett a bűvészinas törzse. Jobb keze fegyverben végződött. Jáde továbbra is hátrafelé figyelt. A lövés dőrenése megrázta a műhely falait. A pasas hisztérikusan hadonászott a stukkerrel. Kilőtte a tárat a sebesen távolodó kocsira. Mire a mit sem látó Citrom fegyvert rántott, a Mercy kifarolt az ajtón, megfordult, és nekivágott a kátyús földútnak. Jáde felemelkedett a kormány mögött, ahová az első lövés csattanása után gépiesen és immár feleslegesen levetette magát. Nem akarta elhinni, hogy eltalálták, hiszen nem érzett semmit, a bal karját sem. Rémülten nyomta a gázpedált. A kormánnyal félkézzel is elboldogult, és miután kivette a váltókart a hátramenetből, azzal sem volt gondja, az automatika dolgozott helyette. Hát ez óriási, örvendezett Citrom. Még jó, hogy páncélozott a járgány. Még jó, hagyta rá Jáde. A lankadatlanul hajladozó ablaktörlő lapátok végeztek a napilappal. Már csak az üveget karistolták. A látási viszonyok sokat javultak. A leengedett oldalablakok között akadálytalanul kibejárta húzat. Nem felhőtlen, morogta a hongkongi. Nem, látta be a lány. Patakzom. Hogy? Kaptam egyet a vállamba, vagy a karomba. Lemegyek hídba, beül a páncélautóba, és első dolga az, hogy megsebesül. A Mercedesnek meg se kottyant az úttalan út, vidoran pattogott a hepeupák fölött. Végre is arra a célra készült, hogy lőjenek rá, mocsárban hajszolják. Jáda érezte, hogy vérkígyó araszol a karján, és mire ezt érezni kezdte, a fájdalom is megérkezett. Cseréljünk helyet, ajánlott a Citrom, akkor nyaldoshatnád a sebedet. Hol a golyó? Hol lenne? Bennem. Az nagyon nem jó. Ha letettük a Mercit, megnézlek. Jáde érzése szerint 10 év is eltelt addig. Egy óra múlva golyótlanítva bekötözött karral feküdt az ágyán. A fájdalom úgy tett, mint a otthon lenne nála. Vacagó fogakkal bámulta a ködösülő mennyezetet, könyörögve vágyta az álmot. Hiába.